Következő vendégem Szabó Imre, a Munkás Országos Szövetségének ügyvezető alánőke. Jó estét kívánok, üdvözlöm. Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket. Ö, mert hogy sajtóinformációk szerint jövőre akár 15%-kal is emelkedhet a minimálbér összege. Nyilván a tárgyalások még csak most fognak elkezdődni, de mekkora mértékű emelést preferálnak önök? Nagyjából, amit említett szám, ez tervezhető, de még nagyon korai lenne erről érdemben nyilatkozni, tehát ezek sajtóinformációk egyenlőre, ezt nem tudom sem megerősíteni, sem cáfolni, de mindenképpen olyan minimál béremelést javasolnak a szakszervezetek, amik érdemi, ami érdemi fog hozni a következő évben, és az idei évben ez láthatóan nem tud egyenlőre teljesülni, tehát az idei évre kötött megállapodást azt vagy korrigálni kell, vagy a jövő évre kompenzálni, erről is zajlanak még a tárgyalások. Nyilván nagyon nehéz feladat úgy prognosztizálni, vagy megállapodni egyfajta emelésben, hogy az infláció az egyik, az év egyik időszakában emelkedik, aztán elkezdett csökkenő pályára állni, ki a számítások alapján is nehéz bemérni azt, hogy, hogy ez mekkora mérséklődés lesz majd a következő hónapokban. A 15 hogy látja, mennyire lehet valós segítség, Segítség, vagy valós ö, ö, a gyakorlatban ö, megérdemelt emelése az embereknek annak fényében, hogy egy kicsit a gazdasági klíma, a gazdasági környezet kiszámíthatatlan mindenképpen most minden béremelésre reális, tehát főleg, hogyha az idei adatait nézzük, tehát nem lehet arról beszélni, hogy demagóg lenne, populista lenne egy ilyen típusú bérkövetelés, tehát abszolút helyén való ez a, a legalább 15%-ot megcélzó szakszervezeti törekvés, de ahogy jeleztük is, itt egy komplexebb csomagról beszélünk, amely diskurzusnak különös fényt ad az Európai Uniós minimálbér irányelv igen, erre szeretem volna rákérdezni, mert vitaanyagnak vagy vitaindítónak ez egy nagyon jó alap, európai minimálbér, és ez most már évek óta felfeltűnik, akár politikai szintéren is, hogy be kellene vezetni, de ez nem feltétlenül lehet egységes tagállamokra egységesítve meghatározni, hogy mennyi a minimálbér. Vannak olyan ellenzéki pártok, akik már kidolgozták az erre vonatkozó javaslatokat a korábbi években. Az önök által támasztott javaslatcsomagban ez hogy néz neki? egy komplexebb csomagban gondolkozunk, tehát az Európai Minimálbér irányelv sem azt célozza, hogy itt most rögvest a bérek egységesednek az Európai Unióban, viszont egységes referencia szinteket céloz meg. Az ugyanarról beszéljünk, például akár az átlagkeresetben meghatározott százalék, vagy akár a keresethez viszonyított minimálbérek vonatkozásában. Tehát egyik oldalról egy ilyen referencia számot javasol az irányelv, az azt jelenti, hogy az átlagkeresetnek legalább az 50 át kell, hogy elérje a minimálbér, vagy éppen a, a medien 70% 60%-át. Akkor maga ez az irányelv arról is szól, hogy azoknak az államoknak, ahol alacsony a kollektív szerződés és lefedettség, tehát nem igazán működnek a munkahogyi kapcsolatok, vagy erősíteni szükséges ezeket a munkáltatók és szakszervezetek között kötött, megállapodások, azoknak cselekvési tervet kell kidolgozni, hogy hogyan kívánják a munkavállalóknak minél szélesebb hányadát lefedni ezekkel a megállapodásokkal. Ugye az is nagy kérdés, hogy mennyire lehet majd egy egységes keretrendszert megfogalmazni európai minimálbér kapcsán úgy, hogy azt minden tagállam elfogadja és alkalmazza a saját térségében, országában. Itt nagy szabadságot ad a tagállamoknak az irányelv, tehát nem arról van szó, hogy ez egy ilyen felülő roktroját, módszertan lenne megközelítés, tehát ezért is volt szinte konszenzus abban, hogy ez egy kedvező irányelv, tehát nem arról van szó, hogy itt központiak lennének meghatározva a bérek, minden nemzetállam saját maga találják hogy milyen metódusban kívánja jövőben is a minimálbér megelapítását azt lefolytatni. Javaslatot tettek arra, hogy a szakmunkás bérni, bérminimum szűnjön meg. Miért, vagy miként? Miként módosuljon? Igen, azt a témát tettük az asztalra, hogy vizsgáljuk meg a garantált bérminimum intézményét, ez a helyes jogi elnevezése. Ez a legalább középfokú végzettséget, szakképzettséget igénylő munkakörökben foglalkoztatott munkavállalókat illeti meg. És nagyon jó, 700 Ugye 700 Arról szól, hogy akinek ilyen végzettsége van, minimum mennyit kell? Nem, erről, nem teljesen erről szól, kell a végzettség, de önmagában az szükséges, hogy a munkakör megkivenje, ezt eldöntheti jogszabály, kollektív szerződés, egy oldalú gyakorlat. Szóval rengetegen van a garantált bérminimum Magyarországon, 700-750 ezer körüli munkavállalói tömegről beszélünk, és azt javasoljuk, hogy célszerűbb lenne, észszerűbb lenne ágazati tarifa megállapodásokban rögzíteni ágazati garantált bérminimumokat. Tehát a minimálbér célja általánosan az, hogy olyan létfenntartást biztosítson a munkavállalóknak minimális szinten, amivel meg tudnak élni. Azt érdemes megnézni, hogy az egészséges bérstruktúra, hogy Magyarországon nagyjából egymillió közeli azoknak a száma, akik vagy minimálbéren, vagy garantált bérminimumon vannak foglalkoztatva. Nekünk az a véleményünk, hogy az a 700-750 ezer ember, aki ma a garantált bérminumon van foglalkoztatva, tehát az alapbér ezt az összeget képezi, jobban járna egy olyan megközelítéssel, ahol elgazati tarifa megállapodásokban lennének ezek a minimális bértételek rögzítve. Tehát erősnek hat ez a javaslat, és nem is arról szól, hogy egyik napról a másikra legyen ez kivezetve, de egy három-négy éves távlatban a minimálbérek felzárkóztatásával egy idő után szükségtelni válhat ez az intézmény. Bocsánat, csak még nem jegyeznék meg, hogy egyedül Magyarországon van ilyen típusú két kategóriájú minimálbér, tehát ez nem egy ismert bevett megoldás az Európai Unióban sem. Ez az ágazati különbözőség nem okoz feszültséget? De Vagy oko okozhat? Okozhat, és nem is biztos, hogy ez baj egy piacgazdaságban. Tehát Okoz feszültséget, nyilván a javaslatunk azt az, hogy mindenki jobban keressen, tehát a szakmunkás legyen megbecsülve, de 20 év lassan, 17-18 év távlatával azért meg kell nézni, hogy ezek a 2006-ban behozott intézkedéseket, egy 2006-os változtatásról beszélünk, időtállóak a napjainkban. Uh -huh. Nem vezetnek inkább ahhoz, hogy beragadnak a bérek ezen a szinten, és a foglalkoztatók automatikusan csak azt nézik, hogy hogy változik a minimál bérgarantált bérm, ahhoz igazítják kizárólagosan, amit a kormányrendelet Megkövetel. Tehát ezt a témát az asztalra tettük, javaslatot dolgoztunk. Ez egy konkrét javaslat, hogy hogyan kellene egy minimálbért megállapítani Magyarországon, milyen metódus szerint lehetne ágazati minimálbér, garantált bérminimum megállapodásokat kötni, és hát erről tárgyalunk majd a kormányzattal, illetve a munkáltatókkal. Várjuk ezután vissza. Köszönöm Nagyon, szépen. Köszönöm.